Jó estét kívánok! Ez itt a, ismételten a képtelenség. Bemutatnám ma esti vendégeinket, Borosbánk Leventét és Bogár Lászlót, és rögtön kérném az első interjú részletet. Szeretném előjáróban is kifejezni a sajnálatomat annak miatt, hogy annak ellenére, hogy a az Emberjogi Bizottságunk elnökét kifejezetten kértem arra, hogy semmilyen olyan demonstrációra ne kerüljön sor a bizottsági ülésen, amely meghiúsítja azt a tárgyalás sorozatot, amiben az elmúlt év őszén Paska házelnök úrral megegyeztünk. Ennek ellenére a bizottságban olyan eseményre került sor, mely alapján a tárgyaló partnereink elhagyták a bizottsági ülést. Ezért én azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálatosnak tartom, hogy a pártpolitikai szempontok megint csak felülírták azt, ami egyébként az ország érdekét szolgálja, mégpedig az, hogy északi szomszédainkkal, Szlovákiával parlamenti szinten is párbeszédet folytassunk azokban a kérdésekben, amelyeknek a megoldása közös érdek. Én minden felelősséget nyilvánvalóan a bizottság azon tagjaira hárítok, akik annak a kifejezett kérésemnek, illetőleg a tárgyaló partnerek kifejezett kérésének nem tettek eleget, amiben kértük, hogy ezen a bizottsági ülésen is azok a szempontok kerüljenek előtérbe, amelyek a párbeszédet a továbbiakban segítik. Hölgyeim és uraim, itt annyit hozzá kell tenni még a látottakhoz, hogy valójában az történt, hogy Balogh Zoltán, a Magyarországgyűlés emberjogi és vallásügyi bizottságának elnöke, erre a találkozóra készülve szeretett volna bejátszani egy olyan filmet, amelyik hát feketén-fehéren bizonyította volna azt, amit eddig is tudtunk, hogy Dunaszerdahelyen semmiféle atrocitás nem történt a nézőtéren, nem a nézők provokálták a hatóságokat, hanem egész egyszerűen a szlovák kommandósok úgy gondolták, hogy jól összevernek mindenkit, aki a Dunaszerdahelyi labdarúgó csapatnak szurkol, és különösen, ha ráadásul Magyarországról utazott át oda szurkolni. Na most ennek fényében megdöbbent valójában Szili Katalinnak ez a nyilatkozata, az meg különösen, hogy miközben itt abszolút a nemzeti érdekről van szó, ő pártpolitikai érdekről beszél, ez nyilvánvalóan elárulása annak, és nyilvánvalóvá tétele annak, hogy az MSZP, Szili Katalin és a többi politikusok nem képviselik a magyar nemzeti érdekeket. Ők azt gondolják, hogy a magyar nemzeti érdek képviselete az valami bűnös jobboldali dolog, következésképpen azt a Fidesz képviseli, jelen esetben Balogh Zoltán, akinek hát innen is ezúttal köszönjük, hogy ellátja a magyar nemzeti érdekek képviseletét és védelmét. És hát szeretném, hogyha kifejtenétek a látottakkal kapcsolatban a véleményeteket, függetlenül attól, hogy hát elég furcsa volt nézni ezt a hölgyet, aki sajnos a Magyar Köztársaság Országgyűlésének az elnöke már jó ideje. Jó, hát ugye én személyemre is érintve vagyok itt ebben a kérdésben, már amennyiben ugye mi szerveztünk, úgy mint az összes szurkolótábor Magyarországon összefogva egy demonstráció Dunaszerdahely kapcsán, hogy egy héttel később a miniszterelnöki hivatal elé, és pontosan azért, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmet és a politika figyelmét arra, hogy itt nemzetpolitikai kérdésekben a kormány nem csak ebben, de abban különösen tehetetlen.
tehát nem védi meg a magyarságot, sem bel, sem pedig külföldön, tehát sem határon túli magyarságot, sem pedig a magyarországi, magyar állampolgárokat, akik esetleg kiutaznak egy meccsre, és aztán agyba fölverik őket a szlovák kommandósok. És egyébként tegyük hozzá, hogy igen, mi is nagyon köszönjük és nagyon értékeljük ezt a lépést. Kicsit csalódottak vagyunk, hogy ugye semmi nem történt az elmúlt hónapokban ebben az ügyben, sőt, amennyiben ugye Szili Katalin is említett, hogy az elmúlt ősszel megegyeztek ebben a közös emberi jogi bizottság ülésben, és mi azt a kérdést tesszük fel, hogy miért nem ez volt az alapfeltétele, hogy csak akkor ülünk össze, akkor vagyunk hajlandók tárgyalni, hogyha ezzel a kérdéssel kezdjük. Mert az nem állapot, hogy az MSZP és a kormány megállás nélkül a szőnyeg alá söpli azokat a kérdéseket, ami kicsit kellemetlenek esetleg diplomáciában, és én most már kezdem feltételezni azt, hogy ez alapvető rossz indulatra épült. Tehát ők ezt élvezik. Élvezik azt, hogy olyan csoportok, akik egyébként komoly nemzetudattal rendelkeznek, komoly politikai világképpen rendelkeznek, ami nem feltétlenül esik egybe az MSZP-nek a világképével, vagy az MSZP szimpátiájával, és éppen ezért még akár örültek is neki, amikor azt látták, hogy hát na végre most már a magyarországi szurkolókat, vagy magyar szurkolókat jól agyabugyálták, és tetszett nekik az, hogy hát mi is ezt csináltuk valamennyi idővel korábban, ugye 2006 őszén az emberekkel Magyarországon, akik éppen tiltakoztak ellenünk, hát most a szlovákok is megtették, ez semmi gond, nagyon szimpatikus számukra. Igen, ezek szerint a szlovák posztkommunisták, meg a magyar posztkommunisták is úgy tűnik, hogy szeretik a másságot, és főként megveretni szeretik a... Én annak idején szerint... úgy fogalmaztam, hogy ugye a szlovák és a magyar rendőrségben az a közös, hogy mind a kettő magyarokat veri. Tehát... Hát te vagy a szakértő végül is.